Engedjék meg, hogy előjáróban elmondjam azt, hogy én személy szerint hogy is éltem át ezt az 56-ot, ezt a csodálatos szabadságharcot. Engem 53. augusztusában beívtak katonának, és 53-tól, 53. augusztusától 56. december 31-ig voltam hivatalosan katona, és mint katona, miután geodéta voltam akkor, geodéta technikus voltam akkor, ilyen geodéziai munkákra berendeltek a Honvédelmi Minisztériumba még 54 elején, és tulajdonképpen az volt a feladatom, hogy kitűzzem a nagyobb városok és ipartelepeket védeni szándékozó úgynevezett légvédelmi ütegeket, légvédelmi ütegrendszereket. Ezt csináltam, és ennek következménye az volt, hogy ugyan az ezrednél laktam, ugye ott voltam a laktanyába, de napközben az Országos Légierő és Légvédelmi Parancsnokságnak az egyik központi épületében voltam, itt az Ibrahim utcában, ebben a kerületben, és hát tulajdonképpen ott dolgoztunk, ott készültünk föl, és aztán kint a terepen elvégeztük azokat a munkálatokat, amit el kellett végezni. És azt is hozzá kell tennem, hogy már idejébe szóltak nekem, már 55-ben szóltak nekem a tisztjeim, hogy hát Rozgonyi elvtárs, ugye akkor ez volt a hivatalos megszólítás, hogy Rozgonyi elvtárs, hát menjen el tartalékos tiszti iskolára, mert hát magát nem fogjuk tudni leszerelni. Mondom, hát már miért? Nem, azt mondja, hát mert maga mérte be az összes légvédelmi üteget mindenhol, az összes koordinátát ismeri, mindent az ég világon tud, hát magát nem lehet kiengedni a hadseregből. Maga olyan titkok tudója. Hát mondtam, hogy hát azért egyenlőre maradjunk annyi, hogy nem jelentkezem tiszti iskolára, majd meglátjuk, hogy mi lesz. És hát közben jött ugye a forradalom. Hogy is éltem én ezt meg? Úgy éltem meg, hogy október 23-án itt az Ibrahim utcában kiértékeltem a felmérési adatokat, egy irodahelyiségben dolgoztam, és egyszer csak ugye, ott volt egy legénységi állomány is, amelyik az őrséget adta, meg hát mit tudom én, a szakács, meg egyéb ilyen legénységi állomány volt. És egyszer csak a tisztek bejöttek, és közölték velünk, hogy hát kiürítették a fegyverszekrényeket, bezárják a laktanyaajtót, tiszti őrség veszi át a őrséget, és bennünket nem engednek ki. Fogalmunk nem volt, hogy mi van. Az előkészületekről tudtunk, hiszen akkor már ment a Petőfi kör, tudtuk, hogy az egyetemisták Szegeden is és Budapesten is bizonyos követeléseket írnak össze, és tüntetésre készülnek. Ezt mind tudtuk, csak hát ugye erre nem voltunk fölkészülve, hogy nem engednek ki bennünket. Aztán kiderült, hogy azért nem engednek ki bennünket, mert hát ugye először az akkori belügyminiszter betiltotta, hát először engedett, ezt aztán betiltotta menet közben ezt az egyetemista tüntetést, és az egyetemisták ennek ellenére kivonultak. És ezt követően a hadsereg parancsnokság kiadta az utasítást, hogy a laktanyában lévő katonákat lehetőleg le kell fegyverezni, és be kell zárni a laktanyába. Ez is egyébként egy jellemző dolog, hogy ugye ennyire bízott meg a hadsereg lelki felső vezetése a magyar tényleges katonas állományba, ami egyébként nem csoda, hiszen én is olyan fiúkkal voltam katona, kevés pesti volt köztünk, tegyre legtöbben vidékiek voltak, akiknek a szüleit ugye tönkretették ki, söpörték a padlást, éheztek a parasztjaink, hihetetlen állapotok voltak, sokat lecsuktak közülük azon a címen, hogy kulákok vagy kulákokkal barátkozó közép parasztok, meg ingadozó parasztok, meg mit tudom én, miket mondtak rájuk, meg ugye fekete vágás, ez, az, amaz, hihetetlen dolgok voltak, én ezzel nem is akarom időt húzni, csak említem, hogy ugye ilyen dolgok voltak, tehát tulajdonképpen akikkel én, mint tényleges katona ben voltam a hadseregbe, az ilyen szempontból valóban a rendszer szempontjából megbízhatatlan társaságnak minősült. Na, a
lényeg az, hogy bennünket bezártak, ugye, és azt hitték, hogy ezzel hermetikusan lezárnak bennünket, és nem fogunk tudni semmiről. Igen ám, de hát a tisztulak azok őrséget adtak, ez igaz, és a laktanyát ugye nem lehetett elhagyni, de hát a rádiósaink, a távbeszélőseink azok a központokban mindenhol dolgoztak, és érdekes módon az összes laktanyával, és mindenkivel tulajdonképpen telefonon keresztül, meg rádió összeköttetésen keresztül megvoltak a kapcsolataink. Úgyhogy tulajdonképpen lépésről lépésre mindig tudtuk, hogy mi történik. Különösen azokon a helyeken tudtuk, hogy mi történik, ahol izgalmas állapotok voltak. Például ugye a Mária Terézia laktanyában, akkor nem is tudom, hogy hívták azt a laktanyát, ugye ahol aztán később Maléter Pál székelt. Mert azokkal is ott a kis katonákkal mi tartottuk a kapcsolatokat, és ezt hát a tiszteken tudtán kívül, ugye ezek az információk cserélődtek, úgyhogy nagyjából mindenki tudta, hogy mi történik. De a lényeg ennek az, hogy tulajdonképpen én úgy kerültem aztán haza, hogy amikor úgy nézett ki, hogy a forradalom idézőjelbe teszem győzött, mert hiszen ez egy látszat győzelem volt, ugye, tehát a szovjetek elkezdtek kivonulni, és ugye úgy nézett ki, hogy talán nem is lesz ebből semmi komolyabb botrány. Tulajdonképpen úgy nézett ki, hogy sikerülnek ezek a követeléseknek a végrehajtása, és tényleg megszabadulunk a megszálló szovjet hadseregtől. Aztán ugye közben kiderült, és akkor hazaengedtek bennünket azzal, hogy figyeljük és hallgassuk állandóan a rádiót, mert ha vissza fognak rendelni bennünket, akkor kötelesek vagyunk megjelenni, mert különben elővezetnek, stb. Na tény az, hogy pár napot voltam otthon, amikor a rádióban behívtak bennünket, bementem ebbe a parancsnokságba, ide az Ibrahim utcába, és itt megint elkaptak bennünket, és megint bezártak bennünket, és tulajdonképpen november 4-én, amikor az első szovjet tankok itt benyomultak a városba, akkor bejöttek hozzánk is, és mindenkit elzavartak. Átvették ők a parancsnokságot, őrséget, mindent az ég világon, és mindenkit szélnek eresztettek. Én itt laktam a Csörsz utcába, nem messze tulajdonképpen, és ennek ellenére már csak lapos kúszásba tudtam hazamenni jóformán, mert az Alkotás utcán végig lövöldöztek. Hát a Alkotás utca, Győri utca sarkon is ugye géppuskák szóltak, egész egyszerűen nem tudtam átmenni rajtuk. Úgyhogy egy bérház kapujába voltam, és ott vártam, míg elül egy kicsikét a fegyverze, és akkor szépen valahogy hazahosontam. És akkor aztán 31-én behívtak megint, ez most már december 31-e, szintén rádión keresztül, és akkor megkaptuk a könyvünket, és leszereltek bennünket. Ezt a korosztályt, amelyik akkor volt katona, soha többé nem hívták be katonának. Egyikünket sem. Na most ez azt jelenti, ugye, hogy tulajdonképpen én részt venni nem tudtam semmiben, és nem tudom megmondani azt, hogy ez most szerencsém volt, vagy pechem volt, hiszen én pontosan tudtam, hogy kikkel állunk szemben, pontosan tudtam, hogy mi történik akkor, amikor minden itt kitört, és tulajdonképpen én már 50-es években, 50-ben, 51-ben, 51-ben érettségiztem egyébként, ugye 50-51-ben nekem már volt egy csoportom, amelyik röpcédulázott, és egy saját házi nyomdám, ahol előállítottuk ezeket a röpcédulákat. Tehát azért mi pontosan tudtuk, hogy mi folyik, és mire kell felkészülni. Ami engem meglepett, valóban meglepett, az az volt, hogy mint ahogy azt a laktanyákból megtudtuk, hogy tulajdonképpen a fegyverekhez úgy jutottak a tüntetők 23-án a rádió előtt, hogy katonatisztek, többek között egy olyan, akit személyesen is ismertem, egy Székely nevű főhadnagy, osztotta szét a fegyvereket, megjelentek egy teherautóval, és osztották szét a fegyvereket.
Akkor nem nehezen értettem meg, hogy miről is van itt szó, de aztán ugye utólag azért kiderült, hogy ezek között a tisztek között voltak rendes és tisztességes és becsületes emberek. Ezek zömét ki is végezték, ha nem tudtak kimenekülni az országból. Ezért, bár ugye utána aztán én sokat foglalkoztam ezzel a témával, tehát tulajdonképpen a szabadságharc egész menetét el tudom mondani, de a mondani valómnak nem ez lenne a lényege, hogy erről beszéljek, hiszen ma már azért a kutatók révén és a történészek révén eléggé tisztességesen feldolgozták ezt az 56-os szabadságharcot. És amikor ezt mondom, hogy szabadságharc, akkor eszembe jut az, hogy Magyarország és mi magyarok egy sajátos helyzetben vagyunk. Ha valaki ismeri egy kicsikét is a magyar történelmet, az tudja, hogy Magyarországon tulajdonképpen sose voltak forradalmak. Ha voltak, azokat nem magyarok csinálták. Azt ugye a Bolond gróf Károly után néhány Oroszországból hazajött zsidó csinálta, aki abban akkor a légüres térben ezt meg tudta csinálni. De mi magyarok sohasem forradalmakat vívtunk, mi magyarok mindig érdekes módon szabadságharcokat vívtunk. Ezért én nem is szeretem 56-ot forradalomnak nevezni, mert 56 is, én legalábbis így éltem meg, és minden ismeretem alapján nyugodtan kimerem jelenteni, egy valódi, egy igazi szabadságharc volt. Miért olyan fontos ez, hogy erről külön beszélek? Ez azért fontos, mert már 56 őszén, még a tüntetések előtt, még mielőtt bármi kitört volna komolyabb formában, ma már tudjuk, hogy a központi bizottság már félt és reszketett attól, hogy mi lesz, hiszen ugye Sztálin meghalt, Hruscsov olyan beszédeket mondott, amelyek tulajdonképpen Sztálint deheroizálták. Ez egy bomlási tünet volt mindenütt tulajdonképpen, így nálunk is. És látnivaló volt az, hogy ez a magyarság, ez mindent eltűr az ég egy adta világon, de van egy bizonyos pont, ahol nem hajlandó tovább tűrni, és ez egy érdekes dolog, ez legtöbbször nem az éhezés, vagy legtöbbször nem a nyomor váltja ki, hanem az, amikor a magyarságot, mint nemzetet megalázzák és meggyalázzák. Amikor egy nemzetnek a legigavonóbb és a leghűségesebb fiait nyilvánosan naponta megalázzák, ez az, amit a magyarság nem hajlandó és nem képes eltűrni. Tehát egyrészt azt akarom hangsúlyozni, hogy ha lehet, ne használjuk ezt a forradalom kifejezést, mert a forradalmat Európában sohasem a nemzeti erők csinálták, sohasem azok voltak a forradalmak élén. Minden forradalom Európában a nemzetek elleni merénylet volt, és beleértve a nagy francia forradalmat is. Ezért én azt hiszem, hogy akkor beszélünk helyesen 56-ról, ha 56-ot mindenképpen szabadságharcnak nevezzük. Két dolog van, ami miatt fontos erről beszélni, azon túl, hogy valaki az események, a történéseket magát ismeri-e vagy nem ismeri, és az a két dolog az tulajdonképpen összefügg egymással, és összefügg a jelenkorral is. Az egyik az az, hogy már a központi bizottság, amit említettem, hogy üléseztek, és nem tudták, hogy mit csináljanak, ugye Rákosit közben ugye leváltották, Gerő Ernőt nevezték ki, tulajdonképpen teljesen mindegy volt, hiszen azonos személyekről van szó, már lelkiekben azonos személyekről van szó, és tudatilag azonos személyekről van szó. Gerő Ernő amúgy sem volt népszerű senki előtt az ég világon.
És hát azon meditáltak, hogy mit kezdjünk, ha ez elszabadul, ez az egész ügy. És tulajdonképpen már akkor, ez már augusztus végén, szeptemberben már tulajdonképpen a pártközpontban eldőlt, hogy két irányzat fogja megpróbálni, megfogni a dolgokat, hogy ebből ne legyen szabadságharc, ne törhessen ki valami. Az egyik az, hogy megpróbálnak bizonyos engedményeket adni, ehhez megfelelő személyeket kerestek ki. Ilyen személy volt Nagy Imre, ugye, aki statisztált már a magyar kormányzásban, hiszen miniszterelnök is volt már rövid ideig, és ugye akkor megszűntek ezek a padlássöprések, és némileg enyhült az országban a helyzet. Őt látták alkalmasnak arra, hogy ő legyen ugye az, aki hát a mosolypolitikáját folytatva, és különböző reformígéretekkel próbálja meg leszerelni azt, hogy itt valami történjen. A másik társasága a központi bizottságnak, meg a politikai bizottságnak a héjái voltak, akik azt mondták, hogy nem kell itt finom módszereket alkalmazni, maradjunk nyugton, és ha mégis véletlenül kitörne valami, akkor kérem szépen, a legegyszerűbb módszer az, hogy itt van az AVH, itt van a magyar rendőrség, és behívjuk, illetve hát behívjuk, hát ott voltak már a szovjetek a különböző laktanyákban, felkérjük a szovjet hadsereget, hogy támogassa a rendszert. És ha kell, akkor a legkeményebb eszközökkel letörjük, hogy itt bármi is legyen. Egy kicsikét ugye elszámították magukat, mert nem számítottak arra, hogy egyrészt az ifjúságot nem lehet, és az ifjúsághoz csatlakozott egyéb rétegeket nem lehetett lebeszélni, nem lehetett megfélemlíteni. Miért nem lehetett megfélemlíteni? Ez is egy nagyon érdekes dolog. Kérem szépen, ha belegondolnak, akik 53-ban egyetemisták voltak, vagy fiatal emberek voltak, vagy munkások voltak, aztán az idősebbek közül, akik művész emberek voltak, költők voltak, írók voltak, zenészek voltak, azok gyakorlatilag, mint ahogy én magam is, még tulajdonképpen a Horthy rendszerben nőttünk fel. Mi még az iskolában is olyan oktatásban részesültünk, amelyik oktatás nagy súlyt helyezett arra, hogy felfogjuk mi is, hogy mit is jelent az, hogy magyarok vagyunk, mit is jelent az, hogy a mi magyarságunk, ha nem fog össze, akkor elvész itt Európában. Mit jelent az, hogy egy nemzet tagja vagyok, egy ősi nemzet tagja vagyok? Milyen feladatot ró az mindenkire? Mi még igaz, viszonylag igaz történelmet tanultunk. Mi még másképp gondolkoztunk. Mi állítom, hogy mindnyájan, akik abban a korban nőttünk fel, mi tudtuk, hogy mi a bolsevizmus, hogy az mit jelent, és mi tudtuk azt, hogy a bolsevizmus is, és minden mögötte lévő tulajdonképpen, és a bolsevizmus annak idején finanszírozó erők, azok kicsodák, és mi a céljuk. És ezért nem lehetett megfélemlíteni ezt a munkás réteget, ezt a diák réteget, ezt az egyetemista réteget, ezeket a művész embereket, akik egyébként szellemileg készítették elő ezt az egész 56-ot. Mert nekünk még valahogy a zsigereinkben volt az, hogy nem tűrjük, ami ebben az országban történik. Ugye sokan nem tudják, miről beszélek, de hát én annak idején, ugye, amikor érettségi után nem vettek föl sehova, egy ilyen különbözeti vizsgát tettem, és geofizikus technikus lettem, és olajkutatásnál dolgoztam, ugye, és hát ez azt jelentett, hogy vidéken jártam, és láttam, hogy mi történik az emberekkel.
tanyákon mentünk keresztül, mértünk és dolgoztunk, és ott beszélgettünk az emberekkel. Tudtuk, hogy mit műveltek velük. Tudtuk, hogy mit tesznek velük, hogy hurcolják el a magyar parasztokat. Végignéztem én magam is például azt Bihar Nagybajomba, hogy amikor az asszonyok nem engedték ki aratni a férfiakat, mert nem volt kenyér, mert lesöpörték előtte a padlásokat, kérem szépen, akkor kirendelték püspökladányra az AVH-t, és az asszonyokat puskatussal verték. Én ezeket mind végigláttam, és ezt végiglátta mindenki, aki ott volt. Na ezért nem lehetett ezt az ellenállást megtörni, meg félemlítéssel. Azért kezdtem el a központi bizottságról beszélni az előbb, mielőtt ezt a kis kitérőt itt megtettem volna, mert már akkor megtörtént az osztozkodás, hogy a hatalmat ugye mindenképpen meg kell tartani, mondta az akkori uralkodó réteg. Hát ki volt ez az uralkodó réteg? Hát ez a legtöbbje ugye a Szovjetunióból visszaemigrált, még 19-es keretlegények és az akkori 19-es mocsok forradalomban résztvevő gazembereknek a tömege volt, és az azokhoz csatlakozó néhány hasonszőrű társ rémuralma volt. Ezért ne is beszéljünk forradalomról egyébként. És miután már akkor megkezdődött ez a kísérletítási folyamat, hogy a hatalmat mindenképpen meg kell tartani, teljesen mindegy, hogy és mint, ezek a gyülevész bandák, ezek, és ezt látjuk a Szovjetunió történelméből is, ezek egymást is feláldozták, itt nem volt pardon, hiszen Rajkot is kivégezték, itt nem volt pardon, itt el kellett vállalni a feladatot, mert az párt feladat volt, még akkor is, ha utána kivégeztek. Ezért nyomták előre a Nagy Imrét, amikor már látták, hogy baj van, amikor már puskák ropogtak, amikor már tankokat benzines palackokkal is ki lehetett lőni, megijedtek, és Nagy Imrét tuszkolták oda, hogy alakítson kormányt. Ebbe a kormányba Kádár elvtársunk is részt vett, ha nem tudnák. Ő is ennek a kormánynak a tagja volt. Így is történtek ugye melléfogások, mert amikor a parlament előtt megjelent Nagy Imre, és úgy szólította meg a tömeget, hogy kedves elvtársak, akkor a tömeg fölordított, hogy mi nem vagyunk elvtársak. És ez volt egy igen komoly figyelmeztetés. És így lehet megérteni aztán azt, hogy Nagy Imre mellé hogy is kerültek kommunisták, bolsevikok, akik mellé kerültek, és látszólag úgy csináltak, mintha a forradalom mellé álltak volna. Egy másodpercig nem álltak mögé. Én tudom, mert a katonai telefonokon keresztül meg volt az összeköttetésünk, és mi tudjuk, hogy a legszigorúbban ki volt adva a legfelsőbb katonai parancsnokságnak az, és azok tudták is, hogy a vége az lesz, hogy kivégzik őket, ha ennek nem tesznek eleget, hogy meg kell akadályozni mindenképpen azt, hogy itt valamiféle rendszerváltozás bekövetkezzen. És akkor derült ki, hogy igen, de hát ebben a küzdelemben a Magyar Honvédségre nem lehetett számítani. Leszámítva egy-két parancsnokot, akit elnézést a kifejezésből a szarból vakartak ki, és lettek parancsnokok, legtöbbjenek még iskolai végzettsége sem volt. Hihetetlen primitív emberek voltak, ezért voltak alkalmasak arra, hogy parancsnokok legyenek. Ezekkel meg lehetett még csinálni azt, hogy belelövettek a tömegbe, meg az AVH néhány elvetemültük az emberével, de a magyar hadsereggel nem. És ez egy nagy tanulság kellett, hogy legyen számukra, és ezt a tanulságot cipelték a hátukon tulajdonképpen végig
azt kell mondanom, hogy a módszerváltásig cipelték magukon, és cipelik még most is. Miért beszélek én erről? Azért beszélek erről, mert ez a kisajátítás, ez a hatalom megtartása valamilyen módon, ez ragyogóan működött végig. Gondoljatok bele abba, vagy gondoljanak bele abba, hogy 89-ben, amikor a politikai kerekasztaltárgyalások voltak, gazdasági kerekasztaltárgyalások voltak, kik vitték a hangsúlyt, kik adtak, hogy mondjam, gesztusokat, kikkel szemben adtak gesztusokat, és hogy válogatták meg, hogy a különböző alakuló pártoknak kik legyenek a vezetői. Hát a régi bolsevik nomenklatúra valamilyen módon önmagát átmentő tagjai, akiket már előre ugye fölkészítettek arra, alaposan fölkészítettek arra, hogy tarthatatlan, meg lesz a változás, de ha okosan csináljátok és úgy csináljátok, ahogy arra megtanítottunk benneteket, akkor ti továbbra is hatalomba fogtok maradni. Mi kellett ehhez? Ehhez kellett a Nagy Imre szerepe, ezért kellett a Nagy Imre köré csoportosultaknak a szerepe, és ezért kellett kivégezni mindenkit, aki ebben a csoportban benne volt, mert a menet közben átállt még a saját elvbarátait is eláruló Kádár Jánosnak a nevét, a tárgyalások során nem volt szabad kiejteni olyan formában, hogy ő is a Nagy Imre kormány tagja volt. Kérem szépen, aki nem volt hajlandó erre a kollaborációra, az például egy Szilágyi nevezetű úr volt, aki szintén bolsevik volt, akit a börtönben agyonvertek, tehát nem is került sor a tárgyalásra, mert megmondta, hogy nem hajlandó erre az alkura. Akikkel tárgyaltak, akiknek tárgyalása volt, és tárgyalás után végeztek ki, azoknál minden esetben előtte meg kellett ígérniük, meg beléjük verték, hogy ki nem ejthetik azt, hogy a Kádár is ennek a kormánynak a tagja volt. Mert akkor már a Kádár a szovjetek oldalán volt. Ezért, amikor Nagy Imre elmondta azt a beszédet a rádióban november 4-én, hogy a szovjet haderő megindult, volt képénből azt mondani, hogy a katonáink harcban állnak, nem álltak harcban, a magas rangú tiszteknek ez szigorúan meg volt tiltva, ennek ellen néhány becsületes tiszt igen harcba állt, de nem csak tiszt, nekem ezredtársam, egy Csizmadia nevezetű tizedes is Tökölnél ágyúval lőtte, páncéltörő ágyúval lőtte a tankokat, és mellette ott voltak bizony tisztek is. Tehát azt kell mondanom, hogy a tiszti karnak csak a legelvetemültebb tagjai voltak azok, akik hajlandók voltak végrehajtani a legmocskosabb parancsokat is. A hatalom átmentés ragyogóan sikerült tulajdonképpen. Ragyogóan sikerült, amikor ugye a Nagy Imre és mártírjainak, ugye azt mondták, Nagy Imre és mártírjainak, mártírnak mártír volt, hiszen a saját elvbarátai ölték meg, de nem volt szabadságharcos, eszébe sem jutott, ő bolsevik volt, és az is maradt. Amikor a Nagy Imre és társainak a temetése volt, és amikor a legjobb beszédet, ugye, mert azért itt valóban el kell ismerni, ez egy jó beszéd volt, mai miniszterelnökünk mondta el, Orbán Viktor, és ő mondta ki elsőnek azt is, ugye, hogy a szovjet csapatoknak ki kell vonulni az országból. Mondjuk ez is tudni kell, hogy ezt ő kimondhatta. Ő ezt azért mondta ki, mert kimondhatta. Ennek az egész temetésnek az volt a lényege, hogy az utót bárt
tudjon kire hivatkozni, tudjon Nagy Imrére hivatkozni és társaira hivatkozni, tudjon arra hivatkozni, hogy 56 az övé tulajdonképpen, és nem a magyar nemzeti. De ez nem igaz. Ma is ez a játék folyik. Gondoljanak arra, amikor még ez a kelekótya pszichopata miniszterelnök volt, és itt már látszott, hogy a gazdasági összeomlás felé megy az ország. Volt a pofáján bőr Nagy Imre szoborhoz oda menni, és azt mondani, hogy Imre, te mit csinálnál? És ezt ugye az összes újság hirdette, hogy ez a csodálatos miniszterelnök, ez a szerencsétlen. Ugye, ez hát Nagy Imrehez fordult. Ez a kisajátítási módszer az, ami miatt erről az egészről beszélni kell, amire borzasztóan oda kell figyelnünk, mert hiszen most is ez folyik. Most folyik csak igazán. Most, amikor sikerült elérni azt, hogy ez az ország valóban olyan helyzetben van, amilyenben van, ami miatt valóban joggal vannak elkeseredve az emberek, akkor föl lehessen bukkanni újból a mélyből, és olyan mesterdalnokok, mint Mesterházy, ugye hivatkozni lehet 56-ra, hogy 56 a miénk. Hogy figyeljék meg ezt, egyébként ez egy tragédia, mert az egész magyar történelmet az őskortól napjainkig ilyen kisajátítások jellemzik. Mindenki kisajátít mindenkit magának. És erre hivatkozva követik el a legnagyobb gaztetteket a nemzet ellen. És minden ellen, ami magyar. Ezért kell erről beszélni, és ezért olyan fontos ez. Ezért kell borzasztóan odafigyelni, mert ez nem igaz. Ez soha egy percig nem volt igaz. Ez az egyik dolog, amiről beszélni akartam. A másik dolog, amiről beszélni akartam, az az, hogy 56 miért érték, és miért nem szabad megengedni ezt az ilyenfajta kisajátítást. 56 értéke az, hogy kimertük mondani azt, hogy mi szabadok akarunk lenni. Mi nem akarunk megszállt ország lenni. Mert azt mondtuk, hogy mi magyarok egy szabad nemzet vagyunk. És ezt kimertünk mondani. És kimertünk ezért állni. Megmertek érte halni. És ma megint ott tartunk, hogy nem vagyunk szabad nemzet. Ma nem tankokkal, ahogy ezt a régi 56-os mondás mondja, ugye, hogy kimentek a tankok, bejöttek a bankok. Hát nem is pontosan a bankok, de a pénzügyi világhatalom ugyanúgy pórázára vett bennünket, mint annak idején a Szovjetunió, vagy mint azt megelőzően az osztrák monarchia. És ez az egyik párhuzam. A másik párhuzam az az, hogy ugye tulajdonképpen már mindenünket elvették. Ma már ott tartunk, hogy lehet szidni a szocialista ipart, de volt. Volt egyáltalán ipar. Volt iparunk. Lehet szidni a szocialista mezőgazdaságot is, de volt. Sőt, a mezőgazdaság a késői Kádár korszakban, amikor ugye az 56-tól való félelem miatt engedményeket tettek, és a legvidámabb barak országa lettünk, akkor a termelés is csodálatos módon megindult, a mezőgazdasági termelés. Hiszen ott volt a háztáj is, piacok nyíltak, és megvoltak a piacaink, a felvevő piacaink, meg volt az élelmiszeriparunk. Ez ma mind nincs. De nem csak ez nincs, hát már semmivel nem rendelkezünk.
Nem rendelkezünk a saját pénzünkkel, mert a Nemzeti Bankunk az nem magyar és nem nemzeti, csak a nevében. Nem rendelkezünk a saját költségvetésünkkel, mert az Európai Unió azt ír elő nekünk, amit akar. Nem rendelkezünk piacokkal. Hát elvesztettük a belföldi piacainkat is, a marketingekkel, külföldi cégek hatalmával, eltiportuk a magyar kereskedelmet, és elvesztettük a külső piacainkat. Semmink nincs. Egy dolgunk van még, a Föld. Jövőre lejár az a moratórium, amit az Európai Uniótól kísértünk. Amit egyébként ez a kormány, Orbán Viktor kormánya és Orbán Viktor külügyminisztere Bartonyi úr írt alá annak idején a csatlakozás szerződésben, hogy a magyar föld is a tőke szabad áramlása keretében, ez egy ilyen jó liberális szaklandzsa, a szabad kereskedelem tárgya. Nem azért kell ragaszkodni a földhöz, persze azért is, de nem csak azért, mert ez a szülőföldünk, mert itt születtünk, hanem azért is, mert ha ezt is kihúzzák alólunk, akkor megszűnünk létezni. És félek, hogy az a kormány, amelyik ezt simán aláírta, amelyik ugye a moratóriumot kért, mert azt mondta, hogy hát nem alakultak ki még a földnek az árai, és ezért nagyon előnytelenül tudnánk csak eladni a földet. Hát ott kérünk egy kis moratóriumot, megkapták, aztán nagy nehezen most meghosszabbították. De én félek, hogy ez a kormány, ez a szónoklat szintén ugyan biztos, hogy mindent meg fog tenni a szónoklat szintjén, de nem fogja tudni megvédeni ezt a magyar földet. Akkor, ha engedjük magunkat ugyanúgy átverni, mint ahogy az egész rendszerváltás folyamán átvertek bennünket, és átverték ezt az egész országot. Lehet hallgatni, lehet tűrni, de én úgy látom, hogy most van itt az az idő, mint ami 56-nál áttörte a gátat, hogy eljött az a határ, amit nem szabad megengedni, hogy átlépjenek. Mert ha ezt megengedjük, akkor megszűnünk. Most is közel állunk hozzá, kérem. De ameddig a földet nem tudják kirabolni alólunk, addig mindig van remény, hogy ez a föld a miénk, és a miénk maradhat. De ha ezt nem sikerül, akkor befejeződött Magyarország története, és a magyar nemzet története. Mert lehet, hogy a cégtáblára az lesz kiírva, hiszen mai akadémikusok szerint Kun Béláék ivadéka egyébként az az akadémikus is, ezek szerint ugye Árpád zsidó volt, mert kazár volt, és ezt lemerik írni. Nagyon oda kell figyelni, hogy mi történik, hogy észrevegyétek, hogy észrevegyük mindnyájan, hogy mire megy itt ki a játék? Mit akarnak elhitetni itt az emberekkel? Mire akarják felhasználni azokat az embereket, akik joggal elégedetlenek? Mert ez a 22 év, ez valóban tönkretette ezt az országot. Hát itt mindenki joggal elégedetlen, aki nem tartozik a gazemberek közé. De ne hagyjuk magunkat félrevezetni. Ne hagyjuk azt, hogy gyilkosok, ennek a nemzetnek a gyilkosai, ezek visszatérjenek, és ne engedjük azt, hogy ezt a földet, ezt a magyar földet idegen kézbe adhassák. Ne legyen kétség, hogy kiknek a kezébe kerülne. Itt nem az a pár osztrák gazda a probléma, aki Sopron megyében, meg Vas megyében néhány földet bérel, akármilyen zsebszerződéssel, ezekkel el lehet bánni. De van egy olyan hatalom, amivel nem nehezebb elbánni. És ezért minden erőt összpontosítani kell arra, hogy egy, mondjuk el mindenkinek, hogy 56-ot nem lehet kisajátítani volt szocialistáknak, meg jelenlegi szocialistáknak. 56 az egy nemzeti szabadságharc volt. Semmi köze a bolsevizmushoz.
Egyébként nem véletlen, kérem szépen. Hát bolsevizmus jelszava, egyik jelszava mi volt? És nemzetközivé lesz a világ. Ma mit akarnak? Hogy nemzetközivé legyen a világ. Hogy Magyarország egy olyan unióba tagolódjon be, amelyik az Egyesült Államok mintájára készül, ahol nincsenek nemzetek. A kettő ugyanaz, kérem. Ugyanaz van a háttérben. Ugyanaz a pénzügyi hatalom. És ezt mindenkinek tudnia kell. Mert ha ezt nem tudja mindenki, akkor nem tud igazán ellenállni sem. Ez az igazi 56-nak az üzenete mának, és ez az az igazi 56, ami miatt ezt a címet adtam, ami miatt igenis meg kell emlékeznünk 56-ról és a hősekről, akik ezt végigharcolták és végigcsinálták, de nem Nagy Imre volt az, nem Maléter Pál volt az, hanem Szabó bácsi volt az, Pongrász Gergely volt az. A magyar fiatalok voltak azok, a magyar parasztok voltak azok, a magyar munkások voltak azok. A magyarok voltak azok. És tulajdonképpen én ezzel be is fejezném. Én nagyon szívesen beszélgetek veletek, vagy maga önökkel történelmi eseményekről is, mert hiszen sok mindenről tudunk ma már. De én úgy éreztem, hogy ez az, amit mindenképpen el kell mondanom, ami nem valami öncélú aktualizálás, hanem 56-tal azonos értékű dologról van szó, élet-halál harcról van szó. Ezt, ha nem tudjuk megmagyarázni mindenkinek, annak a szerencsétlen több nemzedéknek, amelyiknek az agymosása elkezdődött az óvodában, és az egyetemig végig csak az agymosásban volt részük, újságban, sajtóban, oktatásban, mindenben. El kell mondani ezeknek az embereknek ezt. Mert nem fogjuk tudni még megvédeni magunkat. Ezért ugyanolyan fontos és nehéz időket élünk, mint amilyen fontos és döntő volt annak idején 56. És ne engedjük, hogy gazemberek hivatkozzanak 56-ra. Ne tűrjük, hogy nemzetgyalázók és hazaárulók sajátítsák ki maguknak a nemzeti szabadságharcot. Ez mindnyájunknak a feladata egyébként. Köszönöm szíves türelmeteket.